A II. Világháború vége fele már csupán a túlélésért, az élelemért, a puszta létért is kemény küzdelmek folytak a civil lakosság körében is. Az országba beözöllő vörös hadsereget már szinte mindenhol megelőzte a híre. Erőszak, fosztogatás, rablás, kényszermunkásszerző akciók és megtorlások. A szovjet katonák sokszor nem kímélték a nőket és a gyerekeket sem. Néhány település kis híján belepusztult az úgynevezett felszabadulásba, de akadt olyanra is példa, hogy szinte egy egész falut is lemészároltak. A Virtes hegyei közt megbúvó falu egy kegyetlen megtorlás helyszínévé vált. Ez Kápolna puszta története. Itt állok az egykori Kápolna puszta területén, ahol a II. Világháború során heves harcok folytak. Már-már csak az áldozatokkal teli temető, és ez a romos épület bizonyítja azt, hogy valaha itt egy falu állt. Gántól északra a Virtes-hegység erdejében fekszik Kápolna puszta. 1930-ban a falu létszáma 62 fő volt, többségében sváb nemzetiségű lakosokkal. 1944 őszén a németek által a Csákvár határában felépített katonai repülőtérnek a csaták során fontos szerep jutott, így nem volt véletlen, hogy a szovjet csapatok 1944. december 24-én támadást indítottak a Móri árok Virtes vonalon kiépített német állások ellen. A támadás lendülete azonban megtört, és Csákvár környékén 3 hónapra álló front alakult ki. A források szerint az első magyar huszárhadosztály maradványai pont a Csákvár és Gánt közötti területre húzottak az orosz támadások elől, de sokáig nem tudtak ellenállni. 1944 őszétől kezdve Kápolna puszta környékén rendszeresen orosz partizánok jelentek meg élelmet szerezni, és vérfürdővel fenyegettek, ha a lakosok elárulják őket. A falubeliek 1944 karácsonyáig hallgattak, majd feljelentést tettek a csendőrségen, akik német páncélozott járművel mentek a faluba, ahol tűzharc alakult ki. Az egyik partizán sikerült elfogni, aki azonban a Mór felé vezető úton el tudott menekülni. Visszaemlékezők szerint ő tért vissza a II. Ukrán Front felderítő zászló aljával 1945. március 16-án. Megtorlásképpen minden férfit betereltek a házak pincéjébe, és kivégezték őket. Hogy valóban így történt-e, azt máig nem tudjuk pontosan, ugyanis a túlélők különbözőképpen emlékeznek vissza az eseményekre. Vannak, akik úgy gondolják, hogy két civil ruhás magyar katona lőni kezdte a szovjeteket, és ez vezetett a falubeliek kivégzéséhez. A túlélők puszta Vámra vagy Gántra költöztek, bár 4-5 család még ugyan maradt itt, de az 50-es években ők is elköltöztek. Az áldozatokat később a falu temetőjében temették el, ahol 1993-ban emlékművet is állítottak emlékükre. ...2013-ban a tragédia 68. évfordulójára pedig egy emléktáblát is avattak, amin Právec Antal egykori csákberényi erdész és több szemtanú visszaemlékezéséből összeállított történet is olvasható, és látható rajta a falu korabeli képe, amelyre a házak mellé felírták az ott élők és az áldozatul esett emberek nevét. Akik a borzalmakat túlélték, már nem kívánkoztak vissza, így a falu feledésbe is merült egészen 1979-ig. Ekkor a 1,5 millió lépés Magyarországon felvételei során Rockenbauer Pál és csapata interjút készített Kápolna puszta egyetlen és egyben utolsó lakójával, Farkas Lászlóval. 1911-ben születtem Budapest. A teljes videó linkjét a leírásban megtaláljátok. Ez időtájt már csak 3 épület állt. Az egyik a székesfehérvári pedagógusok kulcsos háza, a másik egy romos épület, a harmadik pedig az egyetlen lakott ház. Farkas László egymaga gazdálkodott, és 2 hetente járt be Gántra vásárolni. Természetesen a dokumentumfilmben 1979-ben nem eshetett szó a falu tragikus történetéről. Az interjú után 1 évvel Farkas László meghalt, a házát a másik lakatlan épülettel együtt ledózerolták, ezzel pedig a falu hivatalosan is kihalt. Valaha ez egy lakóház volt. Itt volt az egyik bejárat, ajtó, ott meg a másik. Itt volt gondolom a előszoba, talán meg arra a hálószoba. Ennyi maradt belőle. Szinte már lehetetlen elképzelni, de egykoron a falu főutcájából is kanyarodtak be ide.
a ház telkére lovas kocsik. Már az utolsó megmaradt ház is, amiben a Fejér megyei tanács idegenforgalmi hivatala 1958-ban turistaházat rendezett be, lassan a földdel válik egyenlővé. Mára már csak a temető és a település utolsó épülete őrzi a falu borzalmas emlékeit.